A közterületeknek a kezelője vagyunk. Na, meg kell csinálnia. Tőlünk. Mutasd! Ja, hogy mutassam. Aha. Úgy. Ugye, szíd meg a velük. Ez így alatta lenne. Persze, hogy lehetne alatta, de... Mindjárt veszem a kabátomat. De lehet lejjebb még, nem? Szerintem még mehetne ide. Próbáljuk úgy, hogy akkor két könyveshez egy kamerás. Nézzük meg, hogy hányan vagyunk akkor. Dobjuk szét. Ti vagytok két könyves. De rosszul szeretem egy kis két könyves. Hogy a levél, a paradicsom levél is, hol kell előfogni? Na, és én is ezt tanulom, azt meg most már szóval. Hogy irány vissza? Menjünk még tovább, mert itt vannak kevesen. Bent. Azt beszéljük meg, hogy hogy lehetne ez még hatékonyabb. Kuplinként nem csinálok, hogy egy lesz, hogy a párig a kurni két nyugat. Őket kérjük meg, hogy két nyugat. Turistáknak próbálunk segíteni, hogy eligazodjanak a városban. Igen. Tudják, hogy mi merre van. Tehát mi is tudjuk, hogy merre vannak a turisták. És merre vannak a turisták itt jelenleg? A józanok arra. Vannak józan turisták, mert kicsit én amúgy befordítanám még arra inkább. Jó. Mert ez így még mindig a
hat kell felé mutat, de ez mutatja a részek turistákat inkább. Igen, igen. Ezt amikor éjjel jöttünk felrakni, akkor a rendőrök sajnos megakadályozták, de most napközben, hogy mindenki szemmel átára csináljuk, simán felraktunk 4-5-5. Nagyon gratulálok. Hát, van tovább forradni. Meg egy kicsit átgondoltuk jó, ezt a pallantyút, mert ez az éjjeli verzió nem volt ilyen masszív. Ez viszont rohadt masszív. Szerintem ez még a hivatalosnál is jobb, Gergő. Igen. Nem? Ennyi. És most ez már innen úgy fog tűnni, mintha itt se lettünk volna, nem? Nézzük meg, hogy néz ki, ha itt se vagyunk. Elmondja-e, hogy kit indítanak Zuglóban? A jelöltünket jövő héten szeretnénk bemutatni. Annyit elárulhatok, hogy hát szóval abból indultunk ki, hogy az emberek nem igazán szeretik a politikusokat, úgyhogy ő nem egy zuglói lakos lesz, és fontos része lesz a programjának, hogy ő nem megy oda. Tehát ugye Debrecenben vagyunk, ami a keletre van, akkor nyugatra kell, akkor arra megyek mindenképpen. Hol épült a Szeméthegy? Arrafele? Igen. Aha. Nézem akkor. Mondjuk innen is látszik, elég szép nagy Szeméthegy lett. De távcsővel valószínűleg azért, hát igen, így azért sokkal jobb. Az már nem zuglót. Arra. Nem. Nem, jó. Sejtettem különben, csak ugye innen Debrecenben elég nehéz eldönteni, de azért megnézem, hát megnézhetem, nem? Hát nem hivatalos, de tekintsünk már meg egy másik környéket is, nem? Rendőrök állították elő a kétfarkú kutyapárt elnökét és a turistáit Pécsen még tegnap este. A párt szimpatizásai éppen... Nem lehet a barni is jó. Lefogjuk festeni színesre, repedésre. Meg amúgy nem kezdtem olyan vastagon a hígét. Ja, nem csak szerintem nincsen. Meddig akarok festeni? Hát, ameddig repedésre. Remélem, sikerül ma ezen a békemeneten annyira felidegesítenünk és bosszantanunk magunkat, hogy a végén megtámadjuk Brüsszelt. Szépen épülnek a stadionok, de még mindig vannak kórházak. Miért nem építették még át az összes kórházat stadionná? Most szólták, hogy már 30 millióan vagyunk itt, és...
És a tömeg vége Szegeden van, de még jönnek Lengyelországból. Újabb jelentés érkezett a tömeg nagyságáról. Egyes információk szerint körülbelül 1,5-2 millió vagyunk már itt az oktogonon. A szabad Burger King helyett a szabad összes bankfiók mindenhol megtelt, és várjuk azt, hogy elinduljunk együtt a nagy igazságért. És kedves nézőink, elindult a tömeg. És sírok, komolyan mondom, sírok. Ez valami csodálatos. Itt állunk a rendezvény szervezőjétől, a Kormány Médiától vagyunk. Azt szeretném megkérdezni, hogy igaz-e, hogy? Igen. Olyannyira népszerű Paks, hogy is már Szeged is követeli magának, abszolút jogosan. Úgy tudom, hogy Szeged mellett hatalmas építkezések vannak, hogy egy saját, igazi helyetet legyetek. Annak a tetejére, tövére, vagy mellé szeretnék a egyelőre nem szeretnék semmit kiszivárogtatni abból, hogy a hegy egyelőre hogy áll Szegeden, de azt tudom, hogy a hegy és Paks 3 szervesen össze kell, hogy tudjon Szegeden. Így van, miért fizessünk a paksi atomért, amikor minden megyeszékhely saját atomerőművel rendelkezik a jövőben. Köszönjük nektek, drága képviselőtársaim! Ért az olimpia ellenes aláírás gyűjtő kampány. Hány aláírással járultak önök hozzá ehhez a 260 000? Mi próbáltunk minél kevesebbel, mi 4500 aláírást adtunk, és el kell, hogy mondjam, hogy mi végtelenül szomorúak vagyunk az eredmény miatt, hogy ilyen sok aláírás összejött. Bár hozzá kell tennem, hogy ez a 266 000 az nem annyira sok, tehát Tarlós István ennél majdnem 30 000-rel több szavazatot kapott a polgármester választáson, tehát szerintem továbbra is neki kéne döntenie. De mi az egészben a legszörnyűbb, hogy hát gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy hazaárulás történt, és hogy több síkon, több rétege van ennek a hazaárulásnak. Tehát nem csak azok a szervezetek, akiktől megszokhattuk, hogy külföldi pénzből idegen érdekeket képviselve a háttérhatalmak szószólói, úgy mint a Momentum, vagy mi, vagy a gyakorlatilag az összes ellenzéki párt elárulta a hazát ezzel, hogy a olimpiai népszavazás mellett kampányolt, hanem a kormány is komolyan részes a dologban. Tehát a kormány egy hatalmas hibát követett el, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottságra bízta a döntést, hogy Magyarország megrendezhesse az olimpiát. Tehát az nem lehet, hogy egy olyan kérdésben, amely több száz évre magyarok millióinak az életét meghatározza, arról brüsszeli, vagy ne adj Isten, lozanni bürokraták döntsenek a mi fejünk felett. A választókhoz és az emberekhez fűződő kapcsolatuk elsősorban az interneten zajlik, ott bonyolódik? Hát elsősorban igen, tehát mi az IVI-ben tartjuk a kapcsolatot a választóinkkal, amit és ugye faxon. Lekapcsoltak évekkel ezelőtt. Hát mi attól még lehet használni, illetve faxon szoktunk kommunikálni velük, az elég hatékony. A Facebookon is szoktak kommunikálni, én ma délelőtt például megnéztem, tegnap feltettek egy képet, ahol egy nagy Magyarország volt, piros-fehér-zölddel, és Vesszán a triatlon, ez volt Igen, szerintem ez felháborító, tehát feljelentést fogunk tenni magunk ellen. Egy magyar zászló is szerepel a képen, igen. Tehát ez valószínűleg nemzetgyalázás, és illetve hát a triatlon, mint az ősi magyar sportnak a lejáratása. Na jó, csak én korábban azt nyilatkozta, hogy nem érdemes azokkal az emberekkel, akiknek fontos triatlon, fontos a nemzeti eszme, nem érdemes velük összeveszni nagyjából. Mi alapból csak azokkal foglalkoztunk. Miért fordult meg ez? Igen, igen, tehát mi tudtuk alapvetően, hogy a biatlonnal érdemes foglalkozni, és azokra hatni, akik a biatlon érdekel. Itt a magyar érzelmű emberekről van szó, tehát ugye ez a kép, ez sértő lehet, alkalmas lehet arra, hogy őket megsértse. Nézd, én is tudom, hogy a triatlon egy ősi magyar sport. Nem a triatlonról, hanem a Nagy Magyarország térképről és a piros-fehér-zöldről beszélnek. Az a triatlon, nem? Az a Trianonra utaló, és a triatlon... Értem. Én nem is gondoltam, de mondom, ezt én már korábban éreztem, hogy ebben a kampányban sajnos mi nem azt mondtuk, ahogy mi gondolkodunk, és sajnos nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk, amit szeretnénk, hanem ugyanakkor ezt megmondják. Mondjani, mondjani, nem de ronda rumli, dúlja kis hazádat újra, s újra fél homály, fél homály. Ám te nem szaladsz a falba, bárha lökne rá a barma, lépj odább, lépj tovább. Egy igen, egy na nem, légy de dús, igen, hiszen az akció is óvodás. Fogd föl úgy, hogy happening, hogy egy kis titkos alkotás, így legyen érvénytelen.
jó, ha így teszel, s nem otthon leszel, menj, Jani, menj, Jani. Meddig ratnak még fa sírtba, míg te állsz, míg te válsz. Nagymamád szabály a kórház egzisztenciád, a pórázolt kihált, rat kihált. Egy igen, egy na nem, mondd, hogy itt a fricska, nagy hamiska, ezt adom neked. Szégyenünk, Európa mocska, most már lassan ég veled, a pusztaság, s épp te tetted azt, így mi tesszük ezt, nem Jani, nem Jani.